Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lóránt vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Csökken az élelmiszerinfláció. Egy számjegyűvé vált, mire beköszöntött a tél. Fejleszt a város. Nagymányokon fontos beruházásokat terveznek. Forgalmi rend. Kisebb változtatások Szekszárdon. Téli bőr és hajápolás. Hogyan legyen egészséges és ápolt a külsőnk? Hiába csökken már hónapok óta az élelmiszerinfláció Magyarországon, ez még nem jelenti feltétlenül azt, hogy maguk az élelmiszerek is olcsóbbak lennének. A drágulásuk üteme azonban egyre lassul, és az általunk megkérdezett szakértő is úgy véli, hogy az árakban már ténylegesen látható csökkenés tapasztalható. Az élelmiszer árakban is tükröződik az infláció csökkenése. Számos termék ára mérséklődött, véli a szakértő Beréti Zsolt, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Szerintem látható, volt ebben nyilván egy csúcspont, még valamikor 2023 elején. Én azt gondolom, akkor volt a legnagyobb nyitása ennek az ollónak, azóta ezek az árak folyamatosan csökkennek. Ennek azért alapvetően nagyon súlyos okai vannak. Az egyik az az, hogy az ukrán-orosz válság miatt az energiaárak ugye még 2022-ben elszabadultak, és ezek az energiaárak azért most már visszamentek jelentősen, mind a földgáz, mind az áram vonatkozásában. Ez nyilván rettenetesen sokat számít. A másik jelentős befolyásoló tényező, illetve az infláció letörésének egyik feltétele, hogy a forint ne gyengüljön. Volt egy kormányzati szándék, hogy az élelmiszerinflációt, vagy úgy általában az inflációt azt csökkenteni kell, és azért oda jutottunk el 2023. decemberében, hogy az élelmiszerek vonatkozásában az infláció, ahogy egyébként a kormány mondta, hogy egy számjegyűvé kívánja tenni, 7,4% volt. Tehát az élelmiszer árak vonatkozásában a csökkenés az szerintem kézzelfogható. Ami az idei évre vonatkozik, jelentős tételek, amik korábban nagyon megnövelték az élelmiszer árat, ilyen változások most nem várhatók. Kisebb tételek vannak ettől függetlenül. A lisztek és gabonák ára az utóbbi időben akkorát zuhant, hogy semmi nem indokol áremelkedést az alapvető élelmiszereknél, de a gabonafélék mellett az olajos magvak árai is alacsonyan vannak. Egyedül a cukor ára emelkedett óriásit a világpiacon, minden más élelmiszer árára a csökkenés volt a jellemző. Az általunk megkérdezett vásárlók többsége azonban még mindig nem tapasztal árcsökkenést. Nem, maximum nagyon minimális, a tényleg 10-20 forintról van szó, tehát nem olyan nagy jelentős, amit érezne a háztartásunk. Az emberek inkább úgy érzik, hogy az árak stagnálnak, vagy éppen mintha a termékek ugyanúgy drágulnának, mint előtte. Jelentős fejlesztéseket tervez Nagymányok, így többek között sor kerül az utak és járdaburkolatok megújítására is. A fejlesztések során egy rég várt beruházás is megvalósul a tavaszi időszakban. Jelentős fejlesztéseket tervez Nagymányok város önkormányzata az elkövetkező időszakban, melynek jelentős része pályázati forrásból fog megvalósulni. Prioritást fognak élvezni az út, illetve járda fejlesztések. Az ingatlanjaink elég jó állapotban vannak, még egy-kettő ingatlan vár felújításra. Saját forrásból buszmegállót fogunk építeni. Pont a múlt héten voltam a közútnál a megyei igazgató úrral tárgyalni, hogy a Máza irányba nincs kiépített buszmegállónk, és az újtelepi lakosságnak nagy vágya lenne, hogy ott egy buszmegálló legyen. Mindez balesetvédelmi szempontból is elsődleges prioritást élvez, melyhez autóbusz megállóhely és peron is kiépítésre kerül. A buszmegálló kialakítása a város saját beruházása lesz, melyet az önkormányzat önerőből finanszíroz. Ezen kívül szeretnénk elindítani az 5 éve nem termelő kőbányánkat. Ez még egy nagyon nagy feladat. Most ezügyben folynak tárgyalások. Bízom benne, hogy az idei év során
termelőre fog fordulni a kőbánya, és ebből is bevételhez fog jutni az önkormányzat. Ezáltal majd további fejlesztéseket tudunk akár önerőből végrehajtani. A település vezető többek között tervezi a régi brikettgyár rekultivációját is, illetve több közösségteremtő program megvalósítását. Rendezvényeket szeretnék minél többet tartani Nagymányokon, szeretném a közösségi életet fellendíteni, felpesdíteni. Most a következő rendezvényünk az farsangibál lesz, az óvodás, illetve az iskolás farsangibál. Ugye itt az elmúlt évben akkor költségcsökkentés miatt nem volt megtartva az előtti években, meg a Covid-járvány miatt. Jól tudom, azt hiszem 3 évben maradt ki a farsang, és nem szeretném, hogy a gyermekeknek ez az örömük elmaradjon. Mint mondja, ezek a közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása elsősorban a helyi lakosok identitását erősítő közösségfejlesztési folyamat, ami még inkább segíti megerősíteni és összekovácsolni a város lakóit. Most rövid híreink következnek. A kormány január 17-ig meghosszabbítja a nemzeti konzultáció válaszadási határidejét, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Azt írták, hogy változatlanul sok konzultációs kérdőív érkezik vissza, a résztvevők száma meghaladta az 1.222.000-et. A kitöltők olyan kérdésekben nyilváníthatnak véleményt, mint például a rezsitámogatás, kamatstop, migráció vagy az ukrajnai háború. A kormány olyan új intézkedést fogadott el, amely szerint az 1 milliárd forint feletti árbevétellel rendelkező élelmiszerkereskedőknek figyelemfelhívó tájékoztatót kell kihelyezniük, amennyiben egy termék kiszerelése csökkent, ismerteti a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az elmúlt hónapokban számos országban kiemelt figyelmet kapott az a jelenség, miszerint bizonyos termékek árának változatlanságával, vagy akár emelkedésével párhuzamosan a termék mennyisége csökken. Ezen megtévesztő gyakorlat eredménye az, hogy a fogyasztók a megvásárolt termékekből a korábbiaknál kevesebbet kapnak a pénzükért. Az új intézkedés a körültekintőbb és tudatosabb vásárlási döntést segítik elő. Elhunyt Kréling Dániel, számolt be Bonyhád város oldala a Facebookon. Azt írják, a település vezetése mély megrendüléssel értesült a történtekről, és együttérzését fejezi ki a családnak. Kréling Dániel 1946. január 3-án született Gyönkön, érettségiét Bonyhádon szerezte. Budapesten tanult teológiát. 1969-ben pappá szentelték. 1972-től megválasztott lelkészként szolgált Bonyhádon. Tevékenységét a település 2000-ben Perccel díjjal méltatta, és a Gyalog István díjat is megkapta 2017-ben. Az elkötelezett egyházi szolgálatát elismerve 2023-ban a Magyarországi Evangélikus Egyháztól megkapta az Ordas díjat. Szekszárd közgyűlésének gazdasági és városfejlesztési bizottsága 2 napi rendi pontot tárgyalt. Az egyik eszközök selejtezéséről, a másik a forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmekről szólt. Az első napi rendi pontban Szekszárd megyei jogú város önkormányzata tulajdonában a tankerület vagyonkezelésében lévő eszközök selejtezéséről döntöttek. A forgalmi rend változással kapcsolatban pedig 2 kérelmet tárgyaltak át a képviselők. Az egyik ilyen a Remete utcára vonatkozott. Részben helyt adtunk a kérelemnek. A Remete utcából, a Kápolna térről a Mandolás dűlő felé, tehát a szűk szakaszt, azon a szűk szakaszon, egy oldalon várakozási tilalmat vetettünk be, tehát ott nem lesz, várakozni tilos lesz, a másik oldalon viszont lehet parkolni továbbra, ettől kezdve úgy gondoljuk, hogy a forgalmat ezzel sok nagy cserélekkel könnyítjük és gyorsítjuk. A másik forgalmi rendre vonatkozó kérelem a Holob utcában volt egy kihajtást könnyítő, várakozást korlátozó tükör felszerelésére a buszmegállóban. Ezt a megvalósíthatóság miatt elutasította a közgyűlés. A bizottság továbbá a szekszárdi kerékpár forgalmi terv készítőjével is egyeztetett a nap folyamán. A képviselőt kérdeztük a Szent László utcában korábban átalakított forgalmi rendről is. Itt a már meglévő egy helyet
két balra kanyarodó sávot alakítottak ki a forgalmi dugók elkerülésének érdekében. Működik. Működik, jól működik, torlódás nincs, baleset sem volt, tudomása szerint. Úgyhogy az jól működik. Máté Péter elmondta, jelenleg nem látnak több olyan szakaszt, ahol a forgalom megváltoztatására szükség lenne. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár adott otthont Pál Gábor első kiállításának. Fiatal korában Bonyhádon élt, majd a fővárosba költözött. A természet szeretete nem tűnt el az idő múlásával, szívesen túrázik, kirándul. A fotózás számára hobbi, nem tekinti magát profi fényképésznek. A kiállítást Kirkné Máté Réka nyitotta meg. Elmondta, a természetben nyitott szemmel kell járni, hogy megcsodálhassuk a világot, ami körbevesz minket. A látogatók számára ez a világ madarakkal, négylábúakkal, lábatlanokkal tárult a szemünk elé. Magasabb összegben igényelhető vissza az első sikeres nyelvvizsga díja, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes kihangsúlyozta, 2024. január 1-től tovább emelkedett az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás. Az érintettek akár 66.700 forintot is visszaigényelhetnek a vizsgadíjból. Iparterületi útfejlesztés Szakályban címmel pályázati projekt keretében felújították Szakály-Ürgevár, Puszta és Szakály-Tárkány-Puszta felé vezető út, valamint a 65. számú főútra baloldalon csatlakozó üzemi út burkolatát. A 167 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást a község önkormányzata a terület és településfejlesztési operatív program keretén belül nyerte el. A támogatás segítségével megoldódott a külterületen található különleges mezőgazdasági üzemi út minőségi problémája, továbbá az oda települt vállalkozások közlekedési, útcsatlakozási problémái megszűntek. Tájékoztatott a település önkormányzata sajtóközleményében. Télen a hideg hőmérséklet és a száraz levegő igénybe veheti a bőrt és a hajat. Érdemes szakemberek tanácsait követni, hogy egészséges és ápolt maradjon a külsőnk. A bőr a legnagyobb szervünk, és ahhoz, hogy kellő védelmi funkcióját elvégezze, minden évszakban szükséges megfelelően ápolni. Télen csökken a fagyúmirigyek termelése és a bőr nedvesség tartalma. Dr. Bajor Klára elmondta, hogy ő személy szerint olajos tusfürdőket használ ilyenkor, és naponta többször krémezi az arcát. Ebben az időszakban a krémpuderek használata is segítheti a bőrünket a kiszáradástól. A probléma nem ott van, hogy sokat hallunk és sokat olvasunk róla, hanem a probléma az, hogy nem mindenki tartja be ezeket a szabályokat, amit minden nap olvasunk és minden nap hallunk. Ezért érdemes talán megkérdezni a bőrgyógyászt, és elmondani a bőrgyógyásznak a véleményét, mert hogyha csak néhány ember megfogadja, amit mi elmondunk, amit már ugyan számtalanszor olvas, csak éppen nem csinált, most új év van, hát ha január 1-én úgy dönt a kedves beteg, hogy most pedig megfogadja azt, amit a bőrgyógyász mondott, vagy amit olvasott, és akkor biztos, hogy jobb lesz a bőre egészen tavaszig, és nem lesz annyi problémája. A fürdési szokásokon is érdemes ilyenkor változtatni, mondta el nekünk a bőrgyógyász, és legjobb, ha pamutot viselünk közvetlenül a bőrünkön. Nagyon sok kádban ülés nem jó, még akkor sem, hogyha valaki csak tiszta vízbe ül be, mert maga a víz is szárít. Tehát a meleg vízbe valaki sokat ül, és egyébként is száraz a bőre, az tovább fog romlani. Ha még beletesz valami habfürdét, vagy valami hasonlót, ami még illatosított, akkor ne várja azt, hogy a bőre javulni fog, pont fordítva romlani fog. Mégis mit szoktunk javasolni? Azt szoktuk javasolni, hogy persze ilyen hidegben az ember nem tiltja el senkit sem a jó kis meleg víztől, de mi azt szoktuk javasolni, hogy hetente egyszer vagy kétszer üljünk kádba, egyébként meg egy gyors zuhany. Sapka használatával tudunk a legtöbbet tenni a hajhagymáink. Ezen kívül érdemes két hetente méhajpakolást is végezni. A téli fejbőr és hajápolással kapcsolatban azt szeretném kiemelni, hogy a fejbőr védelme van ilyenkor előtérben, hiszen nagyon könnyen megfázhat, és különös hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy ilyen kalapot vagy sapkát viseljünk, főleg, hogyha frissen mostuk meg a hajunkat.
lakásokat. Javasolt lenne, hogy ne lépjünk ki úgy az utcára, hogy éppen akkor frissen ápoltuk a frizuránkat. Egy-két-három óra teljen el, illetve ne reggelre időzítsük a hajmosást. Ebben az időszakban sérülékenyebb a bőrünk, és megelőzéssel tehetünk a legtöbbet. Regionális híreink következnek. Finnországba juttatott ki szexmunkásokat pénzért. Vádat emeltek a pécsi férfi ellen. Teremfoci. Sporttal kezdték az új évet a somogyi labdarúgó csapatok. A biztosítotti ellátás függhet tőle. Emelkedett az egészségügyi szolgáltatási járulék. Többrendbeli, folytatólagosan elkövetett, üzletszerű kerítés büntette miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen a pécsi járási ügyészség. A vádirat szerint prostitúciós tevékenységre szervezett be nőket, akik Finnországban bocsátották áruba bájaikat. A kerítésből hasznot húzó vádlott akár több éves büntetést is kaphat. Ehhez hasonló internetes szexpartner közvetítő oldalon hirdették magukat azok a nők, akiket egy pécsi férfi közvetített ki Finnországba. A férfi egy kint élő cseh nővel közösen szervezte a prostituáltak munkához jutását. A pécsi járási ügyészség üzletszerűen elkövetett kerítés büntette miatt emelt vádat egy pécsi férfival szemben. A férfi meg 2020. szeptembert megelőzően ismerkedett meg egy Finnországban élő cseh állampolgárságú nővel, akivel megállapodtak abban, hogy a férfi Magyarországról fog kiközvetíteni prostituáltakat szexuális tevékenység végzése céljából. A megállapodásnak megfelelően a férfi ezt követően Magyarországon toborzott olyan nőket, akik külföldön végeznék ezt a tevékenységet, majd ezeket a nőket kiközvetítette Finnországba. A férfi a nőknek Finnországba történő beutazásukhoz meghívó levelet szerzett be. Ott összeismertette a szexmunkásokat a csenővel, aki utána az észak-európai országban biztosította a prostituáltak tevékenységéhez szükséges hátteret. A hirdetéseket ő adta fel, a hirdetés ellenkező férfiakkal a kapcsolatot tartotta, illetőleg az elszállásolásban is segítette őket. A megállapodás alapján ezt követően a prostituáltak a bevételüknek a 30%-át adták át a cseh nőnek, aki ebből 5%-ot adott a pécsi férfinak. A nyomozás során 7 szemét lehetett beazonosítani, akiket a férfi Magyarországról Finnországba közvetített. A 36 éves férfi ebből a tevékenységéből közel 3 millió forint bevételre tett szert a vádirat szerint. Tettéért komoly büntetésre számíthat. Az elkövetőnek a cselekménye az üzletszerűen elkövetett kerítés büntetének a megállapítására alkalmas, ennek a büntetési tétele 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés. A Finnországban élő cseh nővel szemben Finnországban folyik külön büntetőeljárás. A prostituáltakat tanúként hallgatta meg az ügyben a hatóság. Elmondásukból kiderült, hogy óránként 250-300 eurót kértek az általuk nyújtott szexuális szolgáltatásért. A beszámolókból kiderült az is, hogy a nők ezzel a tevékenységgel egy kéthetes túra alatt 7-8 ezer eurót is megkerestek. Sporttal kezdték az új évet a somogyi labdarúgó csapatok, akik ezúttal nagy pálya helyett teremben bizonyíthattak. A Balatonboglári felkészülési tornára 9 csapat nevezett, közöttük a címvédő, Balaton Lelle is. Kihagyott helyzetekből és gólokból sem volt hiány a Balatonboglári felkészülési teremlabdarúgó tornán. Nekünk elsődlegesen ez egy buli torna, mivel a mi csapatunkat különféle egyesületek játékosai alkotják. Mi több tornára is járunk, Marcali, Balatonkeresztül és most a Balatonboglári a soron következő. A felkészülésünket ez támogatja, és egy kiváló mozgás, jó csapatépítő jellegű. A Balaton Lelle együttese címvédőként érkezett a tornára, amely számukra már a tavaszi szezonra való felkészülést is jelentette. A csapat a nagypályán is győzelemre tör. Mindenféleképpen szeretnénk a bajnokságot megnyerni, és hát az osztályzón pedig eredményesek lenni, mert mindenféleképpen szeretnénk az NB3-ba felkerülni. Balatonbogláron második alkalommal rendezték meg az Urányi János felkészülési teremlabdarúgó tornát, amelyre idén 9 csapat nevezett. Jó hangulat legyen, és jól érezzék magukat, tehát igazából januárban mindenki szeret sportolni, mindenki szeret mozogni.
A Balaton Lelle megvédte címét a Boglári Terem tornán. A gólkirály 7 találattal a marcali csapat tagja Szabó Dominik lett. A legjobb kapusnak a lellei Bogdán Ádámot, a legjobb mezényjátékosnak pedig a szintén Balaton Lellei Horváth Jánost választották. Emelkedett az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke ettől az évtől. Erről beszélt televíziónknak a NAV Baranyai sajtóreferense. Ezt a járulékot azoknak kell fizetniük, akiknek megszűnt a biztosítási jogviszonyuk átmenetileg, mert például munkáját váltanak. A sajtóreferens kiemelte, hogy még ebben a nehéz helyzetben is érdemes fizetni, hiszen a térítésmentes orvosi ellátás függhet tőle. Változik az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2024-ben, mondta stábunknak a Baranyai NAV sajtóreferense. Ennek a járuléknak a megfizetése kiemelten fontos a térítésmentes egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez. Vannak olyan élethelyzetek, mikor az adózóknak erről maguknak kell gondoskodniuk. A belföldi magánszemélynek akkor kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie, ha megszűnt a jogosultsága az egészségügyi ellátásra. Ez lehet például az az eset, amikor megszűnik a munkaviszonya és még nem tud elhelyezkedni. Bizonyos esetekben egészségügyi szolgáltatásra még a jogosultság megszűnését követő 45 napig jogosult lehet az adózó. A járulék eddig 9600 forint volt, azonban a minimálbér emelése miatt ennek mértéke is változik 2024-től. A járulék mértéke 11300 forint havonta, tört havi időszakra 380 forint naponta. Ezt az összeget a tárgyút követő hó 12-éig lehet megfizetni, csekken, utalással vagy az elektronikus fizetési lehetőségek bármelyikével. Érdemes figyelni arra, hogy ezt az összeget befizessük, még olyan helyzetben is van valaki, hogy nincs munkaviszonya, így a biztos bevétel is megszűnt átmenetileg, míg állást keres. Ha elmarad az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésével, akkor komoly hátrányba kerülhet. Ha a magánszemély nem fizeti meg havonta rendesen az egészségügyi szolgáltatási járulékot, és a hátraléka meghaladja a 6 havi összeget, a tajkártyája érvénytelen lesz, és nem lesz már jogosult térítésmentes egészségügyi szolgáltatásra. Vagyis az egészségügyi ellátást kiszámlázzák neki, ha igénybe veszi azt. A járulék fizetését a megszűnést követő naptól fizetni kell a szabályok szerint, mondja a szóvivő. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a jogosultság megszűnésének napját követő naptól kell fizetni, egészen addig, amíg a magánszemély újra jogosult nem lesz egészségügyi ellátásra, például el tud helyezkedni. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot az adóhivatal írja elő automatikusan a NEAK adatszolgáltatása alapján. A magánszemélyeknek tehát nem kell bejelentenie a NAV-nál a járulék fizetést a főszabály szerint. Azonban előfordulhat olyan eset, mikor be kell jelentkezni az adóhivatalhoz járulék fizetésre. Például külföldön él valaki egy ideig, és most tér haza, vagy akkor, mikor korábbi foglalkoztatója nem jelentette be a biztosítási jogviszony végét. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Csökken az élelmiszerinfláció. Egy számjegyűvé vált, mire beköszöntött a tél. Fejleszt a város. Nagymányokon fontos beruházásokat terveznek. Forgalmi rend. Kisebb változtatások Szekszárdon. Téli bőr és hajápolás. Hogyan legyen egészséges és ápolt a külsőnk. Csütörtökön frontmentes és a nap túlnyomó részében derült, napsütéses idő várható. A délután folyamán azonban észak-kelet felől erősebb felhősödés zavarhatja meg a napsütést. A légmozgás napközben gyenge lesz, de késő délutántól a nyugati ország részben várhatóan észak-nyugatira fordul és élénkülni kezd. Éjszaka erős faggyal kell számolni. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!